Indul. 33. havidráma. Mihaela Mihajlov hogyan győzi le Barbie a világválságot? Fordította Boros Kinga. Alkotók: Tompa Klára, Pálfi Tibor, Pálfi Eszter, Monika Risztja, Strauss Imre István és Patkó Éva. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Barbie. Happy birthday to me. Barbie 61 éves. Barbie vagyok. A 61. születésnapomon az emberiség válságba került. Felhívtam Giorgio Armanit, és megkértem, hogy mégse készítse el nekem a testhez álló rózsaszínű szaténruhát, amelyet az ég színeiben játszókövecskék díszítenek. És telefonáltam Christian Lacroix-nak, hogy fújja le a Barbie Fleur YouTube-os bemutatót. És telefonáltam Nina Ricci-nek, hogy lemondok a Lerdő Tamp parfümről. És felhívtam Vera Vengot, hogy ne készíts el nekem az 5000 eurós mennyasszonyi fátylat. És Louis Vuitton, hogy állítsa le a táska kollekciót, amelynek a fogantyúján az én arcom lett volna. És a világ összes Barbie babáját, hogy legyenek mértékletesek. Hogy csökkentsük a plasztikai műtetek számát. Hogy ne egyenek több Barbie fresh pudingot, mert túlságosan felment az ára. Hogy kevesebb internetet használnak a Barbie telefonon. Aztán felhívtam anyukámat. És szóltam neki, hogy lemondom a partnerséget a Council of Fashion Designer of America-val, mert 2020 a világ összes Barbie képviselete számára nehéz év lesz. És miután eleget tettem az összes Barbie beautiesnak, lemostam az arcom Barbie milkkel, lefeküdtem a Barbie Love ágyneműbe, és elaludtam. És megálmodtam a Barbie enciklopédia első szócikét. Hogyan győzi le Barbie a világválságot? De reggelre elfelejtettem. Amikor felébredtem, semmire sem emlékeztem. És akkor adtam egy szörcsöt. Barbie. Wikipedia. Barbie Hair. Teljes neve Barbara Millicent Roberts, születésnapja. 1959. március 9. Vőlegénye. Az 1961-ben megjelent Ken. Barbie-nak több mint 40 háziállata volt eddig. Köztük kutyák, macskák, lovak, egy pandamackó, egy oroszlánkők és egy zebra. Rózsaszín kabrioletteket, utánfutókat és dzsippeket, lakókocsikat és hajókat, és beleértve sokféle járművet birtokolt. Ezen felül van pilóta engedélye. És kereskedelmi repülőgépet is tud vezetni, amellett, hogy légiutas kísérő is volt. És hirtelen minden eszembe jutott. A 61. születésnapomon az emberiség válságba került.
Ez az előadás az emberiségnek szól. Ez az előadás azoknak szól, akik akarnak. Ez az előadás azoknak szól, akik képesek. Ez az előadás azoknak szól, akik akarnak és képesek rá. Mert egy nagy család vagyunk. Mert szeretnünk kell egymást és vigyáznunk kell egymásra. Ez az előadás az egész emberiségnek szól. Eszter, Klári, Éva, Tibi, Imi, Monika, Chris, John, Samantha, Sahib, Chunti, Angelina Jolie, Eva Herzigová, Nadal, DiCaprio, Simona Halep, Jika Hadji, Corina Kiriak, Kostel Busuyok, ők képesek voltak rá. Te is képes vagy rá. Mondd utánam. Képes vagyok rá. Képes. Kép. K-P. Boldogok vagyunk. Jól vagyunk. Ahhoz képest. Boldogok vagyunk. Elhatároztuk, hogy boldogok leszünk. Elhatároztuk, hogy ezentúl jól leszünk. A férjem szereti a rózsaszínt. Én oda vagyok a rózsaszínért. A feleségem szereti a gyerekeket. Én nem vagyok oda a gyerekekért. Húsvétkor a férjem az összes tojást rózsaszínűre festette. Vásárolt egy rózsaszínű barbit is. Hogy hárman legyünk. Rózsaszínű barbit, nagy rózsaszínű dobozban. Hozzá rózsaszínű hagykefe, rózsaszínű körömlak, rózsaszínű laptop. Rózsaszínű jövő. A feleségem gyereket akar. Te nem? Kérlek, gyereket szeretnék. Kérlek, fontos, hogy gyerekünk legyen. Kérlek, minden évfolyam társnőmnek van gyereke. Te nem. Kérlek, egy gyereket. Most. Kérlek, a gyerek boldogít. A férjem egyfolytában beszél. Beszél és nem dug. Ahelyett, hogy dugnánk, relaxációs gyakorlatokat végzünk. Ahelyett, hogy dugnánk, híreket nézünk, híreket olvasunk. Ahelyett, hogy dugnánk, elalvás előtt elszámolunk 100-ig. A férjem 34-nél elalszik. Én mindig újra kezdem. 110 bárány. 204 kenguru. 301 zebra. 417 bálna. 509 fóka. 643 jegesmedve. Rendben vagyunk. Betartunk minden óvintézkedést. A feleségem ütemtervet készített. Hogyan légy boldog a férfi számára, hogyan légy boldog a nő számára. Hogyan tedd boldoggá a férfit? Egy. Főz neki. Kettő. Szeretkezz vele. Három. Különben hagyd békén. Hogyan tedd boldoggá a nőt? Legyél számára egy barát, kettő kellemes társaság, három szerető, négy báty, apa, mester, tanító, szakács, kilenc kőműves, 10. Vízszerelő, 11. Autószerelő, villanyszerelő, divat tanácsadó, szexológus, társterhes, pszichológus, pszichiáter, 18. Terapeuta, 19. Szervező, jó apa, tiszta,
szimpatikus, sportos, gyöngéd, figyelmes, intelligens, vicces, 28 kreatív, 29 erős, megértő, toleráns, 32 óvatos, 33 bátor, 34 tisztelettudó, 35 szenvedélyes, és még egy csomó minden más. Aztán elküldtem minden barátunknak e-mailben. Boldogságcsatolmány. Click now. Add tovább. Ha 4 percen belül kiposztolod ezt az üzenetet, és meghívsz 10 különböző szemét, boldogok lesztek. Te is a feleséged, te is az anyád, te is az apád, te is az egész családod, míg a el nem választ. A férjem szervez. Szervez meg te is, 11 lépésben. Téma. Vigy egy üres A4-es lapot, és írd rá zöld markerrel a holnap terveit. Karikázz be sárga markerrel a legfontosabbakat. Karikázz be rózsaszínű markerrel az ultrafontosakat. Amit kapsz, az minden, ami számít. Tégy róla, hogy még többet számítson. Koncentrálj, összpontosíts, kapcsolódj be, vállald fel. Mindent felírunk markerre. Cselekedj, élj egészségesen. Engedd el magad. Feleségem tudja. Tudja, mert informálódik. És mert tudja, megérdemli, hogy teljesen boldog legyen. Én teljességgel mellette állok. Hogy teljes legyen, hogy beteljesüljön. Hogy végigjárja a boldogsághoz vezető legrövidebb utat, mindössze 10 nap alatt. A boldogságprogram. A boldogság elérésének 10 napos programja. Első nap. Ébredjen mosolyogva. Második nap. Szálljon több időt saját magára. Harmadik nap. Legyen derűs. Negyedik nap. Hogyan lépünk tovább? Ötödik nap. Hogyan válasszuk a helyes utat? Hatodik nap. A dolgok minden bizonnyal rendbe jönnek. Hetedik nap. Csak a szeretet számít. Nyolcadik nap. Ne felejtsen el szórakozni. Kilencedik nap. Kövesse álmait. Tizedik nap. Boldogok az idők végezetéig. Holnap kezdhetik előről. A gyerekeknek a világ mindenségre van szükségük. A férjem mindent megtervez. Mikor etessük a halacskákat? Hogyan etessük a halacskákat? A feleségem agyoneteti a halacskákat. Az aranyhalacskánk túlsúlyos. A férjem mindent megtervez. Mikor imádkozunk az afrikai országok gyermekeiért? Hogyan imádkozzunk? A feleségem kaotikusan imádkozik. Beírattam egy online kurzusra. Hogyan imádkozz összeszedetten, hogy ne baszd el Isten idejét? Isten jó szervező. Első nap megteremtette
az eget és a földet. Második nap azt mondta, legyen világosság. Harmadik nap azt mondta, negyedik nap azt mondta, ötödik nap azt mondta, hatodik nap azt mondta, és a hetedik napon, este felé, megteremtette az utat, a boldogsághoz vezető utat. Több nyelvű kiadásban, most már hangos könyvben is. És éjfélkor az ég is a föld közé kifeszített egy transzparenst a 10 parancsolattal. 1. Hogyan fesd a falakra mások isteneit? 2. Hogyan ne borulj le Angelina Jolie tetkói előtt? 3. Hogyan tiszteld a papot tökéletesen kisimított papírpénz felajánlásával? 4. Hogyan jegyezd fel a határidőnaplódban minden ellenséget születésnapját? 5. Hogyan Merry Christmas, Happy Birthday anyut, aput és az egész családot? 6. Hogyan ne öld meg honfitársaidat a közelségeddel? 7. Hogyan ne mondd el a feleségednek, hogy a volt feleségeddel dugsz? 8. Hogyan sikkasz az államtól, anélkül, hogy meglopnád a fele barátodat? 9. Hogyan helyettesítsd a barátaidat a munkahelyeden, vagy bárhol? 10. Hogyan ne ácsingozz all-inclusive nyaralásra? A barátaid a tavaly voltak, te most itthon ülsz. A férjem mindent megtervez. Hogyan dugjunk? Hogyan dugjunk? Hát a dugásnak is megvannak a maga rendszabályai. Ne feledkezz meg a nőről. Légy figyelmes a férfival. Felkészülésre van szükséged? Lazításra van szükséged. Ezekről beszélni kell. Sokat, minél többet. Mindezt el kell tervezni. Beütemezni. A mi családunkból mindez hiányzik. Zöld markerrel. A férjem mindent megtervez. Mikor legyen gyerekünk? Tehát a gyereknek odafigyelésre van szüksége. A gyereknek intenzív oltási programra van szüksége. A gyereknek a világmindenségre van szüksége. A világmindenséghez idő kell. Ma van Barbie születésnapja. Barbie ma... 5 éves. Nagyon rózsaszínű tortát rendeltem neki. Rózsaszínű gyertyákkal, rózsaszínű cukorkákkal, rózsaszínű tejszínhabbal. Leültünk az asztalhoz, mindhárman is ettünk. Egy rózsaszínű szeletet. Két rózsaszínű szeretet, három rózsaszínű szeretet. Ma van Barbie születésnapja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Dear Barbie, happy birthday to you. Lenne egy kis idejük csatlakozni Barbie online születésnapi partiához? Annyira szép volna, hogyha csinálnánk egy meglepetést Barbie-nak, igen. Sok-sok ezeren összegyűlnék. Képzeljék el, mintha körbeállnánk mindannyian, és megfognánk egymás kezét, és együtt ünnepelhetnénk.
Igen, ma már ez is lehetséges. Csinálok egy Facebook eseményt, és meghívom rá az összes barátomat. Igen, kérem, csak egy kis időbe tellene. Tudom, hogy mindannyiuknak volt valamilyen viszony a Barbie babához. Vagy volt, vagy nem volt, vagy egyszerűen látta egy másik gyerek kezében. Mindenkinek, igen, mindenkinek volt. Zen vagyok. Nem tudok pisilni. Igen? A 6 percen belül. Igen, anya. Menj apához, jó anya, majd jövök. Holnap 4-kor. Azonnal küldj el neki minden iratot. Gondolkodj. Igen. Gondoskodj a gyermeked nyugdíjáról, mielőtt megszületne. Tessék? Nem! Nem nagy ennyel írjuk! Anya, mondtam, hogy majd jövök. Nem. Anya, nem vagyok ideges. Kérlek. Anya, nem tudom. Igyekszem. Megpróbálok a szükségállapot végére zen lenni. Igen. Ígérem, sikerülni fog. Pisilek, Carla. Már pisilni sem szabad. Később megnézem. Igen, szívem. Később. Egy kicsit később. Csúr. Csúr. Egy. Csúrás. Nem jön semmi. Egyetlen csepp sem. Anya, én is szeretlek. Haló? Igen. Most azonnal. Ebben a percben küldök minden adatot. Címlista, küldés, kilépés. Húgy hólyag. Ruganyos falu, üreges szer. A húgy ürítésének folyamatát vízzellésnek nevezzük, és a húgycső tövében lévő két záróizom ellazulása által jön létre. Az elővizelet végighalad a vesecsatornákon, és a víz, a hasznos anyagok és a szőlőcukor visszaszívódik a vérbe, ami a vesecsatornákban marad, és átjut a gyűjtőcsőbe, az a végleges vizelet.
24 óra alatt másfél liter. Igen, igen, anya, persze, hogy próbálok élni, persze, hogy akarok családot, később, anya, később, nem most. Tudom, anya, tudom, hogy múlik az idő. Haló, igen, gyors kilépés, képek, kiválaszt, csatol, küldés. És élni akar. Azt akarom, hogy tudjak is élni. Akarom hallani a cseppjeim tiszta csörgedezését. Nem! Anya! Anya! Nem vagyok ideges. Zen vagyok. Zene, mint valahol. A telefonom is zen, az íróasztalom is zen, a Mac-em is zen. Te! Anya! Te is zen vagy. Apa is zen. Zen család vagyunk. Zenül fogunk élni, még el nem válasz. Vizelet. A nefronok a vese működési egységei által kiválasztott folyadék, amely a kiválasztó csatornákban folyik, tokok, tömlők és kacsok, és a húgyhólyagban gyűl össze, mielőtt kiürülne a húgycsövön keresztül. Ha volna az én vizeletem, zen lenne. Egyetlen stressz részecske nélkül. Csöpnyi idegesség nélkül. Tiszta és nyugodt. Meleg és merengő, ragyogó és derűs. Nem tudok pisilni. Bassza a húgyhólyagom a mobiltelefonálás. A kliensek felborítják a vese működésemet. Nem. Anya, nem vagyok. Igen. Tudom. Nem tudom, hogy kapcsoljak ki. Hogy? Hogy? Hogy kapcsoljak ki? Hogy? Figyelek. Anya, nem, nem beszélek senkivel. Igen. Anya, tudom, ha az állapotom kiegyensúlyozott, az elmém is az. Ha az állapotom nyugodt, az elmém is az lesz, egészség és boldogság. Igen. Sikerülni fog. Ami a 34 éves Emmának sikerült. Ami a 45 éves
Taninak sikerült, ami a 81 éves Tanyának sikerült. Megfogták egymás kezét, mélyet lélegeztek, és egy mély szó hagyta el az ajkukat. Zen. Nagy körbe álltak, és azt mondták, csurr. És hirtelen mindegyiküket elfogta a pisilhetnék. Zenül könnyebbültek meg, és többé senkinek sem volt szüksége antidepresszánsra, ránctalanítóra, semmilyen talanítóra, mert mindannyian hozzátértek a zen rendszerhez. És mindannyiuknak sok-sok ingyen zen perce volt. Haló! Zen! A hívott zen előfizető jelenleg nem elég. Anya a legantibb. Finom vagyok. Finom és sejmes. Sejmes is. Hidratált. Anya is finom. Finom a bőre. Finom és sejmes. Sejmes is. Hidratált. Az én anyukám a legantibb. Ránctalanító, szeplőtlenítő. Antioxidáns, antidepresszáns, anticellulitis, zsírtalanító, dohányzás ellenes, számítógépjáték ellenes, erőszak ellenes. Az én anyukám a legantibb. Születésnapjára a kislányom a body shopba akar menni. Nem ki akar menni, hanem be. Egy body shopba. Body shop. Anyu, hiperbeauty akarok lenni. Anyu, hogyan legyek little beauty 33 perc alatt? Anyu, hogyan legyek 3 nap és 3 éjszaka alatt a legszebb? Hogyan, anyu? Majd, ha ez lejár, felöltözünk szépen, és mindketten elmegyünk a body shopba. Felöltözünk szépen, és mindketten elmegyünk a body shopba, és anya fogja a kezecském, és az elárusító azt mondja, ó, milyen szép kislány, mire én? Ezt nézd meg, milyen szép kislány tudok lenni, ha akarom, és akarom, és elindulok a Magic Universe polc felé. How to have a beautiful child in 23 days. Ó, milyen szép kislány, mire én? Most csillámrobbanás leszek, csillámló haj, csillámló körmök, csillámló ajak, csillámló gyomor, nem holnap, nem holnap után, most. Mire, anya? Ugye aranyos? Ó, annyira szuper, annyira imádnivaló. Mire, anya? Mondasz a néninek egy verset? Kérlek, mondja a néninek egy verset. És én elmondom a néninek a legszebb verset, mert képes vagyok rá. Body, body shop, now I am in the top. Fresh lotion, set me in a motion. Ugye aranyos? 4 hónapos kora ott a járottom angolra. Mondd csak még valamit a néninek. És én mondom a néninek, body moisturizer, body wash, bubble bath. Bubble bath. Bubble bath, facial mask, sun care, skin care, body care, nail care, hair care. Do you care? Minden tud. Az ő korában én. Mai gyerekek, body crisis. Csodálatos kislány, szép. És szófogadó.
Igen. Ó, persze. És még többre is képes. Mondd el szívem a néninek, mit teszünk? This is a poem for peace. For love and beauty. Extra volume collagen. Hair lift. Cellular wrinkle prohibiting. Garnier Skin Naturals. Volume flex. Bravo. Hogyan váljunk? A férjem megtervezi, hogy melyik hónapban váljunk el. Melyik évben váljunk el. Hány órakor váljunk el. Melyik percben. 2020 május. Május egy jó hónap. Én döntöttem. Te döntöttél? Hogyan osztozzunk? Min osztozzunk? Eladunk mindent? Majdnem mindent. OLX.ro. Több millió látogató, több millió vásárló. Eladásra kerül a nyuszis ágynemű, a túlsúlyos halacska, a tájföldi repülőjegyek, az Eiffel-tornyos kulcstartó, a szakácskönyv, az értelmező szótár, az Anna Karenina, a bűn és bűnhődés, a hogyan legyünk mint a lányod, mint a apja, a hogyan nyerd el a barátaid, kollégáid, főnökeid, PR-osod és anyád tiszteletét 19 nap alatt. Hogyan erősítsd meg az önbizalmad azzal, hogy négy szárnyas fajper aromájú tampont vásárolsz. Eladtuk a közös barátainkat. Az anyósomat, az apósomat, a sógornőmet, a takarítónőt, a télapónak öltözött szomszédot a hatosból, a kiskarácsonyt, a nagykarácsonyt, a kóborkutyákat és a papot, amelyik megesketett. Arbit nem adjuk el. Őt megőrizzük. Csak őt. Csak azt a szaros boldogságot nem találom. Gondolom elvitte az anyjához. Kemény kötésű kiadás. Javított és illusztrált. CD melléklettel. Hogyan váljunk el jól? Hogyan tett sikertörténetté a válásodat? Kedves Andrea, minden nap olvasom a blogod. Néha kétszer is naponta, sőt háromszor. Te tanítottál meg arra, hogy lehetséges, hogy a válás nem a vég. Hogyha hiszel benne, akkor megjelenik neked a béke, a nyugalom, a fény. Nekem sikerült. Köszönöm neked. Andrea, csodálatos vagy. A tapasztalataid, a tanácsaid, az egész optimizmusod, minden, amit leírsz, igaz. A saját bőrömön tapasztaltam én és még 6 barátnőm. A lényeg az, hogy ne hagyj fel a reménnyel. Ilyen a tükör elé, és mosolyogj. Étkezz kiegyensúlyozottan, javasoljuk a gyümölcsöt, amennyire csak lehet. Csökkentsd a nyugtatókat, ne kábítószerezz. Rendezd be magadnak egy sarkot, a zenét, pákot, találd meg az életedben az egyensúlyt, a középutat, az utak útját, hogy a kínai mondja. Andrea, meggyőztél. Bejártam minden lépcsőfokodat, minden lépésedet, minden szögedet, minden rostodat. Minden izmodat, és
sikerült. Boldog vagyok. Andrea, te vagy a legjobb. Bestseller vagyok. A válásodat 1 millióan olvassák. A válságoddal van tele a Facebook. Én vagyok a legjobb válsági szakértő. Ha nem jössz párkapcsolatban, de szeretnéd, hogyha lenne egy párod, akkor rendezd be úgy a lakást, mintha már volna. Tegyél az ágyad mellé 2 éjjeli szekrényt, 2 kis lámpát. Ne felejtsd el mindig 2-t. Mindenből 2-t. És ne felejtsd el a szimmetriát. A feleségem azt hiszi, hogy boldog lehet utána is. Valójában nem az. Valójában nem képes rá. Az összes hülye, aki ír neki, béna, tehetetlen, savanyú szőlő, fórumozó. Akkor nem átprogramálhatnám magam, hogy ismét szeressem. Elszámolok 100-ig, és ismét szeretem. Kész. Hétfőtől péntekig 10 óras, 19 óra között. Megint szeretem. Szombaton 14 óráig. Vasárnap zárva. De ünnepnapokon nyitva. Karácsonykor a fenyő körül ülünk, húsvétkor rózsaszín tojást festünk is. Feltámadunk. Te is képes vagy rá. Na gyertek! Gyertek mindannyian, legyünk rá képesek! Barbie mom. 10 éves. A válás után úgy döntöttünk a férjemmel, hogy osztozunk Barbin. Én vittem a fejét. Én meg a lábait. És a többi részeit pedig odaadományoztuk olyan szegény gyerekeknek, akiknek soha életében nem volt Barbie-juk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear old Barbie. Happy birthday to you. Mommy, how can I dream? És hirtelen elkapta őket a félelem, mert szinte semmit sem tudtak. És keresni kezdték. És lassan-lassan megtudták. Hogyan hagyjon hidegen a globális felmelegedés? Hogyan nyerj önbizalmat a világválság idején? Hogyan csökkents Barbie kiadásait anélkül, hogy szenvedést okoznál neki? Hogyan változtass meg a bőröd színét mások szemében? Hogyan legyél büszke arra, hogy romániai vagy? Hogyan nézd másoknak és önmagadnak egyenesen a szemébe? Hogyan legyél ökoplurinatú vegeta? Hogyan kapcsolód, te kapcs, őt kapcsol, mik csöltik, kapcsolódik a rendszerhez. Hogyan B6, B66, kálcium, XXL, C-vitamin napi 20, hogyan stresszelenítsük magunkat, hogyan basszuk el eredményesen az időnket, hogyan utáljuk egymást önként dalolva, hogyan bízzunk felese barátunkban. És ott volt az összes hogyan, kövérbetűvel, dőltel, aláhúzva, photoshopolva, vörtök, PDF-ek, inboxok, csatolmányok. Alapvető hogyanok, nélkülözhetetlen hogyanok, hogyanok csecsemőknek, a rózsaszínű popsiért, a fehér fogacskákért, a finom ujjacskákért, hogyanok felnőtteknek, a bennem lévő stressz ellen, a benned lévő depresszió ellen, a bennünk lévő félelemért. Hogyanok időseknek. No comment.
Ez az előadás. Ez az előadás képes megváltoztatni az életed. 43 perc és 16 másodperc leforgása alatt. Ez az előadás megtanít hinni magadban. 7 lépcsőben, 5 krízisben, 14 fázisban, 23 intervallumban. Lélegezz nagyot, még nagyobbat. További információkért érdeklődjön az emag.ro oldalon. A hasznos tanácsok egy jobb életért menüpont alatt. Ha unatkozik, bátran kapcsolja ki a számítógépet, okostelefont vagy tablettet. Ha fázik, gondoljon arra, hogy életében legalább egyszer ennél is jobban fázott. Ez az előadást 12 éven aluli gyermekeknek a szülők felügyelete mellett ajánljuk, amennyiben a nyelvezetet túl durvának találja. Helyezze gyermeke fejére a fülhallgatót. Az ön gyermeke Raed Arafat legújabb tájékoztatásait fogja hallgatni. Ez az előadás. Az előadás. Az előadás színvonalával kapcsolatos bármilyen kifogásról írjon tiltakozást. A petície online.ro-ra. A Havidráma. Virtuális platformon dolgozó kísérleti előadásunkon munkálkodó csapata további kellemes estét kíván az alkotók társaságában, akik egyelőre jól átvészelik az előadó művészeti intézményekre vonatkozó teljes körű lezárás okozta bezártságot. Epilógus. És hirtelen elhallgattak. Elfáradtak és elaludtak. Késő este volt. Anya, nem tudok aludni. Anya, kérlek, mondj egy mesét. Az aranyhalacskásat, ami teljesíti a kívánságokat, minden kívánságot egyszerre. Elmondod, anya? Elmondod? Most, anya, most. Elmondod most? Elmondod? Mm-hmm.